Azt mondják, hogy egy alkotmány megváltoztathatja a dolgokat. De hogyan? Elvégre az alkotmány nem képes utat építeni, gyerekeket iskoláztatni, ivóvizet biztosítani vagy betegeket gyógyítani. Az alkotmányok ennek ellenére jelentősen befolyásolják egy ország kiegyensúlyozott működését és ezen keresztül a polgárok életminőségét. Az államnak egy hatékony motorra van szüksége, hogy elláthassa a feladatait. Ezt a hatalmat azonban kordában kell tartani. Egy jó alkotmány az állam hatalmát nyilvános ellenőrzés alatt tartja, az embereket helyezi a vezetőülésbe, gondoskodva arról, hogy a kormány a polgárait képviselje és felelősséggel tartozzon nekik. Ahhoz, hogy megértsük, milyen változásokat hozhat egy jó alkotmány, vegyünk egy elképzelt országot, Ruritániát, és nézzük meg, hogyan nézett ki 10 éve. Ruritániának számos problémája van. Magas a munkanélküliség iráta, kevés a lehetőség, a fiatalok dühösek, az idősek nélkülöznek. Az ország rendezetlen, az utcák szemetesek, gyakran van áramkimaradás. Az utakon sok a kátyú, az iskolák zsúfoltak, a betegek pedig nem kapják meg a szükséges ellátást. Az emberek nem kapják meg a tiszteletet. A kisebbségek helyzete pedig még rosszabb, ha nem beszélik a többség nyelvét, vagy nem gyakorolják annak vallását. A bíróságok és a hivatalok korruptak. Ha nincs egy jó kapcsolatod, vagy a vesztegetéshez szükséges pénzed, mindig a sor végén maradsz. Miért van ez így? Nos, nem azért, mert Ruritánia szegény lenne. Sok erőforrással rendelkezik. A hivatalnokok, a jó kapcsolatokkal rendelkezők és a hatalom közelében állók gazdagok. Ők dúskának, míg a szegények éheznek. Ruritániát saját személyes hasznukra működtetik, nem a nép hasznára. Az asztalfőn pedig az elnök ül. Az öreg ember, aki emberemlékezet óta hivatalban van. Pontosan oda juttatta az országot, ahová szerette volna, a zsebébe és az uralma alá. A választások színleltek. Bárki, aki beszélni mert börtönbe került. Az egész rendszer a velejéig romlott. Hol sikrott félre az egész? A problémát részben az elnök és a cimborái szinte korlátlan hatalma jelenti. Az elnök jelenléte árnyékot vet az egész országra. Akárhányszor újra lehet választani, és szinte korlátlan, hogy mit tehet. Uralma alatt a parlamentnek nincs valódi hatalma, és a bíróságok függetlensége is korlátozott. Semmi sem akadályozza meg, hogy az elnök a testvérét nevezze ki a hadsereg élére, unokatestvéreit nagyköveteknek és bíráknak, az állami szerződéseket pedig a barátainak adja. Az alkotmány túl gyenge ahhoz, hogy megvédje az embereket. Nem nyújt valódi védelmet az ellen, hogy az elnök visszaéljen hatalmával. Az emberek felhatalmazása helyett az alkotmány elnyomja őket. Az állam a gazdájukká vált, ahelyett, hogy a szolgájuk lenne. De szerencsére a történet nem itt ér véget. 5 évvel ezelőtt Ruritánia polgárai fellázadtak, amikor azt hallották, hogy az elnök a fiát szeretné a saját helyére ültetni. Tudták, hogy a méltóságba, igazságosságba, egyenlőségbe és jogokba vetett reményüket nem fogja beteljesíteni az, ha az egyik diktátort lecserélik egy másikra. Módosítaniuk kellett a szabályokat. Ezért írtak egy új alkotmányt, hogy az egy demokratikus Ruritánia alapja legyen. Különbségeik ellenére a társadalom számos csoportja összegyűlt, hogy meghatározza az alkotmányos változás 5 közös célját. A legfontosabb az volt, hogy csökkentsék az elnök túlzott hatalmát. Ezért korlátozták a hatalmát a parlament és a bíróságok felett, valamint a kinevezési jogkörét is. Korlátozták az újraválaszthatóságot, így az elnök a jövőben legfeljebb 2 ciklust tölthet be. Sürgető igény volt arra is, hogy az embereket bevonják a politikai folyamatokba. Ezért az alkotmány engedélyezte a politikai pártok szabad alapítását, hogy az embereknek a jövőbeli választásokon valóban legyen választásuk. A szabad és tisztességes választások biztosítására pedig létrehozott egy független választási bizottságot. Harmadrészt az igazságszolgáltatás függetlenségét és a tisztességes jogi eljárást kívánták biztosítani. Ez lehetővé tette, hogy az emberek félelem nélkül fejezhessék ki véleményüket, és véget vessenek a múlt igazságtalanságainak. A 4. igény az volt, hogy minden polgár helyet kapjon az asztalnál.
vallási és etnikai kisebbségek, nők és mások, akiket korábban kizártak, ragaszkodtak olyan új alkotmányos szabályok bevezetéséhez, amelyek megvédik jogaikat és képviseletet biztosítanak számukra a parlamentben. Végül pedig megállapították, hogy a vidéki területeket és a tartományokat eddig mellőzték, ezért az új alkotmány decentralizálta a hatalmat és nagyobb beleszólást engedett a helyi közösségeknek saját ügyeikbe. Ruritánia még most sem tökéletes, de a nép már nem él némaságban és félelemben. Több lehetőségük van a demokratikus részvételre, hogy eldöntsék, mi a fontos számukra és közösségeik számára. A politikai hivatalért folytatott nyílt versengés miatt a kormányzatnak reagálnia kell a közösség igényeire az oktatás, egészségügy és a használható utak terén. Máskülönben ki lehet szavazni a hatalmon lévőket a parlamentből. Az új alkotmánynak köszönhetően az emberek már rendelkeznek azokkal az eszközökkel, amelyekkel jobb jövőt építhetnek maguknak.